Köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a következő bűncselekmények történtek a Dunaharaszti rendőrös illetékességi területén. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki május 30-án 19 óra körüli időpontban Taksonyban egy Vezér utcában lévő ingatlan előtt az utcán leparkolt és lezárt, de a vezető oldali ajtó lévő ablakot félig letekerve hagyott állapotú gépkocsiból eltulajdonította a műszerfal tetején bekapcsolt állapotban hátrahagyott Samsung Galaxy S3 típusú mobiltelefont. A lopással okozott kár 150 ezer forint. Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki június 6-án 11 óra 45 perc és 13 óra 30 perc közötti időben Dunaharasztin egy Jókai utcában található családi házba ablakbenyomás módszerével behatolt és onnan értékeket tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár 450 ezer forint. Ismeretlen tettes június 5-én 18 óra és június 6-án reggel 9 óra közötti időben Dunaharasztin egy Kassák Lajos utcai családi ház telkéről eltulajdonított egy KTM Life Speed típusú kerékpárt, a lopással 150 ezer forintos kárt okozott. Június 8-áról 9-ére virradó éjjel Dunaharasztin egy Vörösmarty Mihály utcai családi ház előtt parkoló tehergépkocsi jobboldali ajtajának zárját ismeretlen elkövető megfeszítette, majd a gépkocsiból eltulajdonított egy darab GPS készüléket. A bűncselekménnyel okozott kár 70 ezer forint. Ismeretlen tettes június 9-én 18 óra és június 10-én reggel 9 óra közötti időben Dunaharasztin egy Somogyvári utcai családi házba ablakbefeszítés és égetés módszerével behatolt, és onnan szerszámgépeket, egy iPadot és készpénzt tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár 1,5 millió forint. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!